Háló Biankával, a Györfi István Katolikus Általános Iskola második A-osztályosával arról beszélgettünk, hogy miért a matematika a kedvence. Köszöntöm nézőnket, Háló Biankával, a Györfi István Katolikus Általános Iskola második A-osztályosával beszélgettünk arról, hogy egy kislánynak hogy lehet a matematika a kedvence. Nekem azt tetszik a matematikában, hogy megtanulunk százig számolni. És már tudsz százig számolni? Igen. És még mi tetszik a matematikában a számolás mellett? Mi mindent tanultál még meg? Összeadni a kétjegyű számokat. Ez nehéz volt? Nem. Akkor ezek szerint ez nem okoz neked gondot. Olvasni is szeretsz? Igen. Mit olvastál legutóbb? Mesét? Vagy valami regénybe is elkezdtél már olvasni? Magyar népmesét. Itt az osztályban sok olyan kis munka van, amit ti csináltatok. Neked kedvenced a kézműveskedés? Igen. Mit csinálsz legszívesebben? Rajzolok. És mit? Hát, amihez kedvem van. Mit kell tudni rólad? Most nagyon csendes vagy, de gondolom azért az iskolában azért odafigyelsz és sokat jelentkezel. Igen. Tanítónénitől mi az, amit megtanultál már 2 év alatt? Mi az a legfontosabb dolog? Olvasás, számolás, környezetismeret. Vannak otthon állataid? Igen. Mesélj ezekről, mit kell tudni? Kis cica. Kis cicád van. És milyen a kis cicád? Szürke-fehér színű. És akkor neked mit kell velük csinálnod? Van feladatod? Etetni, őt megtakarítani. Anyának is szoktál segíteni? Igen. Főztetek már mondjuk valamit közösen? Nem, még nem. És anya, mi az, amit nagyon jól főz? Mindent szeretsz, amit anya készít? Igen. Itt a kis osztálytársaiddal szoktatok lányos játékokat játszani, vagy beszélgetni, összejönni? Beszélgetni, megjátszani. Mit szoktatok játszani? Hát... körjátékot, kidobósat? Kidobós. Néha be szoktunk állni. És? Ki szokott nyerni? Szoktál nyerni? Nem. Akkor ezek szerint nem ez a legkedvesebb játékod. A félévi, hogy otthon voltatok sokáig, az biztos, hogy nehezebb volt. Most már itt vagytok az iskolában, szeretsz ide járni? Igen. És miért? Mert megtanulunk mindent, amit kell. És mi leszel, ha nagy leszel? Van már róla elképzelésed? Még nincs. Mondjuk esetleg a tanári pálya, tanítóniniként el tudod magad képzelni? Nem. Nem? Akkor valami más jellegű lesz? És mi érdekel? Fodrászat. Ja, és azért van ilyen szépen is megcsinálva a hajad.